Visszatekintesz a 80 évre. Nyilván ez a mongoliai kaland egy nagy egzotikus élmény volt. Mi volt a legnagyobb csoda az életedben, amit ugye az emberi természetről, a világ csodáiból megtapasztaltál? Mi az, ami ugye legjobban elbűvölt téged, ami a legnagyobb megrendülést okozta? Hát a legnagyobb megrendülést az embernek a gyerekkora okozza. Ugye, aki valamennyire ismeri az én életemet, talán nem kell különösen magyarázni. Az, hogy az ember hát ugye kis egérként ugye elkezd járni az utcán, és egy nyelven beszél, amit a szomszéd faluban már nem értenek, mert az magyar falu, de a szerbek megértik, és így tovább. Most nem akarom itt ugye ezt megint tehát terítékre tenni, de ha 10 éves korodig nem beszéled annak az országnak, annak a hazának, mert végül is haza, a nyelvét, az, és utána aztán hát folyamatosan következik, szinte rohamszerűen az, hogy jönnek a bukovinai székelyek, tőlük próbálsz, nem próbálsz, ők ugye szinte ihletik az embert, hogy magyarul megtanul, jönnek a fölvidékiek, jönnek mindenfelől ugye magyar családok, magyar emberek, és hát elindul egy másik élet. Most lehet, hogy nem ezt kérdezted, de én vagyok az, aki mindig, máig mindig azt merem mondani, hogy nekem 2 anyanyelvem van. Van egy anyanyelvem, ugye, az a német, ugye, amit hát valahonnan hoztunk. Nagyon érdekes élményem volt egy kisvárosban, ahol egy idős asszony kézen vezetve az unokáját rápengetett, ugye, és ugyanazon a nyelvem szinte kotta szerint, amit a nagyanyám szokott nekem mondani. És hát onnan, arról a vidékről jött a mi családunk. És hát utána aztán ott van, ugye, ott vagy a kis verseiddel, amit már egy másik nyelven írsz, és ezt máig én szellemi anyanyelvemnek hiszem, és mondom is. A németek ugye úgy hallgattak néha, hogyha erről szó volt, nem egészen volt világos nekik, de hát, és ezek a már említett, ugye, hát, kintlétek, ez a furcsa élet, amikor honvágyad van, de ott vagy tulajdonképpen, ahol az elődeit ugye hát elhozták, és na hát nem akarok én ebbe most. Hadd tegyem föl a kérdést, talán egyszer már kérdeztem, de olyan jó mindig hallani a választ rá, hogy vagy mindig érdekes erről beszélni, egy költőnek különösen, ugye a költő a szavak szerelmese, a nyelv szerelmese, hogy szoktál-e németül álmodni? Milyen nyelven álmodsz így öregségedre? Hát öregségemre, ha álmodom, ugye azért inkább magyarul álmodom, és ez érdekes, mert ugye mindig arról van szó, hogy az ember ugye az élet befejezése körül visszatér a gyerekkorába. Na most akkor nekem ugye németül kellene álmodnom, de a gyerekkorom hihetetlenül foglalkoztat mostanában, hát megint ugye az édesapám, aki hát egy csodálatos ember volt, nem csak én gondolom, ezt mások is gondolták róla, és hát ugye én tegnap egy újságíró csodálkozott, hogy én azt mondom, hogy életpályám legfontosabb műve nem a verseim, hanem a téli bárány. És én ezt hát most így értelmezem is, és ha még vágyam volna valamit megcsinálni, az egy ilyen, hát talán nem is hasonló hozzá, de mégis ugyanaz a nagy téma, ugyanaz a világ, ugyanaz a gyerek, csak kicsit másképp, ugye, ahogy 80 évesen az ember hát próbálja ezt újra értelmezni. Hát elérkeztünk a kis lezáró beszélgetésünkhöz, ez egy jelzés a közönségnek is, hogy már nem sokáig kell ülve maradni.
Hát hadd kérdezzelek a terveidről. Az előbb már pedzegetted, hogy mire készülsz. Tehát a téli bárány és a tized előtt szédülák után egy újabb próza készülődik benned? Hát ez mindig úgy szokott lenni, ha nem tudsz verset írni, akkor megpróbálsz prózát írni. De ez persze csak félig igaz. Mi foglalkoztat ugye legjobban? Én valóban jó ideje, hát van egy ilyen kis kéziratom oda-haza, amiben van vagy 25 vers, ugye, ami egy fél kötetre nem elég, folytatni nem tudtam. És ha szabad elárulnom, van egy kis gyermekvers kötet, ugye, amit hát összegyűjtöttünk, és azt is valahova le kéne adni, mert talán volt egy idő, ugye, amikor fiatalok voltunk, ugye csak egy nevet, ha mondok, ugye Kormos István nevét, aki hát bennünket állandóan ostorozott, ugye nagyon jókedvűen nevetve a Hungáriában, hogy na most megint lesz egy antológia. Ugye ez a világ ugye egy kicsit ugye másfelé fordult, ugye ez a Kormosféle hát ihlet, ugye, és hát itt, ha csak egy nevet említek itt a régi baráti körből, a Csukás Pista, ugye Csukás Pista lett tulajdonképpen a Kormos Istváni álomnak a beteljesítése. Hát, hogy aztán ugye az ember ezt tétován nézi, az talán érthető. És hát valóban foglalkoztat, hogy ezt még egyszer, ezt a dolgot még egyszer végig gondoljam. Ugye azóta azért olyan tapasztalataim is voltak, hogy hát ugye a 70-es években ez a Berlin, ugye jó néhány esztendeig az is azt a zárt övezetben ugye megpróbáltam írni. De a Stuttgart környék, ahol a kitelepítettek, ahol Stuttgart és környéke tele volt, kb. 30 ezer magyar él itt, mondták mindig a stuttgartiak, és hát az én földieim is egy kisvárosban. És az megint úgy elkezdte, nem őket akarom megírni persze, de valamit még, hát valamivel még tartozom, azt hiszem. Kinek? Hát nekik. De azért, ha igazán őszinte akarok lenni, nagyon szeretnék már verset is írni. És talán hát megújulva egy kicsit, hogy ezt ne kérdezd, hogy mi akar ez lenni, úgyhogy. Tudod, ez úgy van, hogy ha a költő nem tud verset írni, akkor az az egyik megoldás, hogy prózát ír, de hadd csináljak neked programot a következő 10 évre, a költő fordíthat is. Fordításon nem töröd a fejed németből? Hát egy valamin gondolkodtam, de hát ez szinte lehetetlen. Ugye most jön a Magyarországon is tulajdonképpen egy visszaemlékezés, ugye a falnak az évfordulója. És hát az én barátaimnak, akikkel hát én együtt voltam ott mindig, az eltiltott német költők tulajdonképpen ugye ebbe a falba szorultak bele, és próbáltuk is a verseiket. Na most hát kellett volna valamilyen emlékeztetőt azért összeállítani, mert amit utána írtak még, az mind a falra vonatkozott, illetve arra az életre, amiben belekényszerítették őket. De hát ahhoz most már nincs elég kapcsolatom, azt hiszem, kiadókhoz sem. Úgyhogy, de azért fáj a szívem, hogy nem jutott korábban eszembe, és nem lehetett itt valamit ebből csinálni. Fordítottunk mi eleget, ugye köteteket csináltunk, és hát nincs lelkiismeret fordulásom, mert fordítva is, hát ugye mi ott kint ezeket az elnémított költőket arra használtuk idézőjelbe, ugye a barátságunkat, hogy csináltunk nekik nyersfordítást,
és csináltak Illyés kötetet, Nagy László kötetet, és így tovább csináltak Bóbita kötetet, ugye, ami hát nem volt könnyű, ugye, és nem tudom, hogy szabad-e még ezt az 5 percet arra használni, hogy elmondjam, hogy ez hogy született. Így Heinz Kálau nevű költő itt járt Magyarországon, és hát lent a Balatonon összeismerkedett Vörös Sándorral, ugye együtt ebédeltek, én is üldögéltem velük. Na, minden esetre a Vörös Sándor azt mondta, jó, rendben van, mert a Heinz Kálau ugye, hogy szeretné őt fordítani, de csak a Bóbita. Ugye oda hát már megjelent egy válogatás persze, és hát szegény Kálau, ugye csináltunk neki nyersfordításokat, és hát szorongott, hogy milyen német nyelvet találjon ki ő erre. Pedig hát igazi nyelvtehetség is volt, és olyan vidékről jött, ahol hát ki lehetett azért a német nyelvből sok mindent kiásni, és hát egész vígan telt így az ősz, a telefonok, és a karácsonyi szünetben az intézet körül ugye nagyon sok gyerek élt, iskola is volt a hátunk mögött, és hát ott kerengtek, és időnként úgy bejöttek, hogy nincs valami filmed, mondták, hogy a tegező viszonyban voltunk természetesen, és aztán hát az jutott eszembe, hogy hát itt vannak ezek a kölykök, ugye? Ezekkel lehet valamit kezdeni, hogy megnyugtassuk a Kálaut. Mondtam, hogy bejöttök, leültök, rendesek lesztek, jön egy bácsi, aki valamit felolvas. Nagy nehezen elszánta magát a Heinz. Akkora rivalgás támadt, ugye? Még 3-szor meg kellett a felolvasást ismételni, ugye? Mert a gyerekek állandóan jöttek. És a Kálau ebben megnyugodott, és nagyon hamar megjelent a Bóbita. Úgyhogy ilyen emlékei is vannak az embernek. Hát én azért sokat fordítottam a Fühmannt, a Hunertet, a Kálaut, Günther Grasst is, de én elsősorban ahhoz ragaszkodtam, hogy a keletnémeteket fordítsam.